9 bemutatóval kezdte meg a szezont a Turay Ida Színház. Ezen a hétvégén Kipling népszerű művét, a Dzsungelkönyvét láthatja a közönség a társulattól. A premier előtt exkluzív felvételeken mutatjuk meg önöknek, hogyan zajlanak a próbák a héten, utána pedig az alkotókkal beszélgetünk. Borbély Krisztina a koreográfust és Balázsik Péter színművészt köszöntjük a stúdióban. Jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk! Múlt héten arról beszélgettünk épp, hogy a Mesemúzeumnak a kulcsőrének milyen jó lenni, de egy ilyen szerepben is milyen jó, vagy egy ilyen darabban is milyen jó lehet részt venni, mert azért itt is volt egy varázslat most, amit itt egy kicsit a kulisszákban kaptunk. Mi kell ahhoz? És tényleg most beszéljünk a gyerekekről. Mi kell ahhoz egy színpadon, hogy a gyerekeknek a figyelmét, mert azért ők nagyon kegyetlenek tudnak lenni, kritikusak. Szokták is mondani, hogy ők a legszigorúbb közönség. Igen. Egyetértetek ezzel? Abszolút. Én nem feltétlenül egyébként. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek az egyik leghálásabb dolog játszani, hiszen ők még annyira érzékenyek a világra, hogy elég könnyű őket megfogni. A varázslattal. A varázslattal, így van. Szóval, hogy mi eredményezi ezt a varázslatot a Dzsungelkönyve esetében? A mi Dzsungelkönyveink, ez egy zenés vadkaland. Topolcsányi Laura tollából született meg, Kipling eredeti elbeszélő novellája alapján. Boris a rendezőnk, alias Boros Zoltán, aki mérnöki pontossággal állítja föl a jeleneteket. És rettentő jó instrukciókkal. Így van, remek instrukciókkal és hihetetlen jó ritmusérzékkel. De Peti mondjuk élőben tud erről beszélni, mert egyenesen a próbáról érkezünk, úgyhogy ez nagyon testhez álló, hogy most elmeséld esetleg, hogy miben rejlik az ő varázsa. Egy elképesztő egyéniség, olyan instrukciókkal lát el minket napról napra, ami rendkívül segít minket, és rendkívül jókat tudunk rajta derülni mindig, úgyhogy egy élvezet vele a próba, és ő segít hozzá minket ehhez a varázslathoz, illetve a fények tekintetében ő úgy szoktuk mondani, hogy sőt saját magáról is ezt szoktam mondani, hogy ő fest a színekkel, úgyhogy... És most milyen színekkel festi meg a dzsungelt? Ugyanolyan precizitással csinálja egyébként, játékmesterként üzemel még a fényekkel is, mert van benne árnyjáték, nagyon fontos szerepet kap a tűz, hang és fényjáték is van benne. A játéktér is nagyon izgalmas, indák lógnak mindenhol, van egy hatalmas sziklánk, ahol 6 ódú van, ahol a majmok közlekednek, a majmoknak is külön karakterei vannak, egyik majom sem egyforma. A szereplők is úgy formálják meg a mozgást is, ugye, ami az én reszortom ebben a darabban. Igen, épp erre. És nem csak a zenés részeknél, hanem végig. Tehát a mozgásuk, ami nagyon nehéz és nagyon feszességet igényel, az, hogy ezeket az állati jellemzőket végestelen végig magukba tartsák, a testükbe. Ott kell legyen az agyuk, az érzelmük és a testük teljes mértékben. Nagyon nehezek ezeket az állati jellegzetességeket végigkordozni. Ugyanakkor egy nagyon izgalmas színészi feladat. Én vagyok talán az egyetlen a darabban, aki megengedheti magának, hogy néha emberi gesztusokat is használjon, de ugyanakkor meg nekem is tartanom kell, hogy ez az emberkölyök mégiscsak azért állatok közt. Neked azért be van tapasztalatod, Aladdin, Ólomkatona, minden szerepben játszottál, mert minden hangszerűen így. Beszéljünk már arról, hogy azért azt mondtad, hogy egy nagyon nagy feladat, meg egy nagy felelősség is, hiszen azért, ha most a mai műsort itt néztétek a stúdióban, azért nagyon komoly témákról volt szó, az üzenetet próbáltuk minden beszélgetésben valahogy egy kicsit megfejteni, és nektek is valami üzenetet a gyerekeknek át kell adni, és például most jelen esetben Maugli mit üzen a gyerekeknek? Mi az, amit ti át akartok nekik adni, vagy egyszerűen csak azt, hogy mosolyog és pozitívan előre? Hát egy gyerek előadásnak szerintem mindig több üzenete van. Ezek közül az egyik, ami igazából a végére derül ki, vagy fogalmazódik meg a darabban, hogy az ember életében eljön egy kor, amikor a saját útját kell
kell járnia. De közben megjelenik természetesen a jó és gonosz harca, az elmúlás. A vívódás, tehát, a saját vívódás, magával hogy vívódik. Így van, tehát, elég sok üzenetet rejt a darab. Ez eljön a pillanat, amikor az embernek a saját útját kell járnia. Neked, ha már itt tartunk, van ilyen nagyon emlékezetes pillanat, amire, hogyha visszagondolsz, hogy ott ez megfogalmazódott, hogy most már másfele kell indulnom, a saját utamra kell. Ahogy más igen, fele? Hogyha visszagondolok, igen. Tulajdonképpen, ha visszagondolok, akkor ez a gimnázium vége, amikor megfogalmazódott bennem, hogy színész akarok lenni. Tehát az volt egy ilyen nagyon éles váltás az életemben. A versek által nagyon-nagyon tudnak fejlődni a gyerekek, és ami a ti munkátokat egyébként már most minősíti, azt, hogy például elfogytak a jegyek, tehát hogy már alig-alig lehet venni ezekre az előadásokra jegyeket. Mi a véleményetek arról, hogy a színház, a gyerekek és a színház kapcsolatát azt mikor és hogyan kell elkezdeni, és milyen úton-módon fordítsák a szülők a gyerekeket a színház felé, a színjátszás felé? A Duraide Színház mindig nagyon nagy hangsúlyt fektet az ifjúság és gyerek előadásokra, és szerintem, ha jól csináljuk, akkor kinevelhetünk egy olyan új generációt, akik színház szerető és színházba járó felnőttekké válnak. De hogy kell jól csinálni? Hát, hogy kell jól csinálni? Szerintem mindenki másként csinálja. Mi szerintem ugyanolyan komolysággal varázsoljuk eléjük a meséket, mintha mondjuk egy felnőtt előadást játszanánk. Tehát nem... Egyenrangúnak tartjuk őket, igen. És ugyanolyan precízen és odafigyeléssel csináljuk meg minden gyerek előadásunkat. Igen. Ez vonatkozik a színészekre is, meg a háttérdolgozókra is. Az a családias szeretet, ami uralkodik szerintem a mi színházunkban, hogy az igazgatónőnk is az utolsó pillanatig díszíti a díszletet, hogy mitől lesz még szebb, még jobb. Még varázslatosabb. Így van, a kellékesek is, a fényesek is, hangosak is, mind az utolsó pillanatig nagyon precízen kidolgozzák. Majdnem decembert mondtam, október 29-én a premier, de utána már készültök a Hókirálynővel, ha jól tudom. Így van. Úgyhogy akkor érdemes követni titeket, pláne, hogy így fogynak a jegyek, hogy akkor aki tud még kerüljön be hozzátok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Mi is nagyon szépen köszönjük.